Hello! Sziasztok, üdv a csatornán, Keeper vagyok. Most farming szimulátorozni fogunk. És raktam be egy darab modot, hogy még autentikusabb legyen a fa hordás, gyerekek. Gyorsan. Hú, megint félmeztelen vagyok, ne haragudjatok, gyerekek. Hát, ez már megszokottátok tőlem. Komolyan mondom, ez egy ilyen végjegy lesz. Módosítások, erdészeti felszerelések. Nem nagy modot raktam be. Nem nagy csapat a Miami Dolphins, ezt raktam be gyerekek. Meg még hadd nézzek körül, gyerekek, hadd nézzek körül. Úgy is van egy ilyen jó kis retro dolog. Egy csomó mindent szeretnék, az erdészeti dolgokat itt még szeretném egy kicsit tovább dolgozni. Honnan van nekünk kire? Jó, hogy eladtuk, van egy csomó pénzünk. Várjátok, azt akarom megnézni, hogy ezekre olyan pót kellene, amivel fát lehetne szállítani. Nekem olyan pótocska tetszene. De lehet, hogy nincs olyan a modoltak között. Ja, ezek meg az a baj, ezek nagyon marhára nem mutatja, hogy ezeket lehet a fát szállítani, vagy nem. De szerintem ezekkel nem lehet, ezekkel csak szílás, meg ilyeneket. Jó, ez a retro pótkocsi, ez nagyon király egyébként. Na, mindegy. Mert megpróbálnám ezt a izét is. Ugye van ott egy ilyen erdészeti házi témató dolog, tudjátok én, amire gondolok. Erdészeti felszereléseknél, aha, itt van ez. Ez Dolly-vel tudnám húzni 17 ezerbe fáj. Fáj, fáj, fáj! Ez az egy van. Csináljunk már egy ilyet, olyan szívesen csinálnék dolgokat, olyanokat, amiket még nem csináltam. Azt nem mindig ugyanazokat, amiket már csináltam. Például ilyen pótra még nem raktam fel rönköket. Meg még, jaj, ezt hogy fogom elhúzni? Jaj, ne, nem fogom tudni elhúzni. Na mindegy. Hőhe. Kicsit lehet, hogy hangos a gameplay. Rájöttem egyébként, hogy akarom már, mármint, hogy van egy olyan te... Ja, és most másfélszeresen veszik a búzát, ugye? Gyerekek, azt akkor el kell vinni ifába, mi? Vigyük el ifába. Búzát, ami... itt valami nagyon... igen, jó, majd sok mindent akarok csinálni, úgyhogy siessünk. Gyerekek, nekem ordinári hangos a játék, remélem, hogy nektek nem. Halljátok. De nem, nektek nem. Mindig én hallom, hogy na, búzát elvisszük Kelemen Rolandnak, mert most nagyon veszi. Ezen mi van? Ezen kukorica van, ezt leöntjük. Fölveszünk egy pótot, minimum egy pótot, pótot. Egy pótot fölveszünk. És akkor leordjuk a búzát, hogy legyen pénzünk, és akkor utána meg más csinálunk, jó? Jézus Isten! Ja, és akkor ezt kikapcsolom. Hú, egy csomó annyi mindent tudnánk csinálni, gyerekek, hogy nincsen időm rá. Na, menjünk. Mi ez a furcsa nézet, olyan, mint hogyha szédülnénk. Mint amikor GTA-ba hackert dolgom volt. Repce, aztán van, hopp, hopp, elnézést kivárok. Kukorica, ide kell jön. A búzár veszik jó, ugye? Ahú, mennyi, annyi mindenem van ám, gyerekek, traktor, minden. Ezt kirakom. És akkor megyünk, felszedjük a silóból a búzát. Az az érdekes ugye, hogy a silóba ott tudod felvenni. Itt. Tényleg olyan, mint a szédülnék. Ne, tűnektek, nem. Kisebbre vettem talán egy icipicit a fészkemet. Igen, tudom, hogy mire gondoltok. Fészkemre, ne várjátok. Töltés megkezdése, búza, van rám egy csomó. Bent túl sok fért, hátsóba is ugyanannyi fért. Jó, abban több fér az. Érdekes. Ja, mondjuk az nagyobb is. Jó, 30 valahány ezer volt, most 22 ezeret eladunk. Hol van a keremen kabátban? Better a businessbe, ott van, bal oldali. Jó, és akkor oda leviszem. Itt belső részbe csapassuk az ifába, gyerekek. És akkor utána egy kis erdészkedés lesz, megmondom majd mindjárt, hogy így. Szeretnék ugye nyergessel vontatni, vagy vinni fát, ki akarom próbálni, hogy van az erdészkedés, mert van egy fatelep, és annyi csapatom az ifával. Na, és még annyit akarok kipróbálni, hogy oj, akarok valami olyat, ami tipikus magyar basszus. Milyen járművel, ugye beszéltünk arról, milyen járművel szoktak csapatni az erdő Magyarországon nagyon sokat, ugye, és ez természetesen, amikor megnéztem a reklámját, mert van reklámja ennek a gépnek, magyar reklám, mert keressetek rá, Dudra D4K reklám. Keressetek rá YouTube-on, és abban mondják, hogy ezt a gépet mezőgazdasági gépnek és erdészeti gépnek csinálták, ugye a magyarok.
És igen, a Dutra D4K-t azt nagyon sokat használták ugye az elrészetekben. Gyerekek, amikor már nekimentem az alsó újlag táblának, már tekertem a kormányt, már vetettem rükbertbe. Bocs, tényleg, nem tudom, ez az ife, ez marhára súszik. Hey, baby, halé vagy-e? Holé vagy-e? Gyerekek, ez. Nagyon csúszik ez az ife egyébként, olyan könnyen meg tud csúszni. És akkor ide kéne ugye. Vaj valaki. Szóval, hogy ide szerintem, hogyha így megkanyarodok, kanyírolok, akkor már jó lesz. Nem lesz jó, nem akarok egy tolatni ember. Ja. Oké, Biller. És ezt most arra jó pénzt fogok kapni érte, ugye. Kell a lóvé, gyerekek, és vehetnék valamit még, ugye? Vannak uralok meg minden. Az erdészeti technológiához. És azt írja, hogy billenthetek, ezt közben meg nem. Na, most jó. Milyen barok tető van itt ez? Itt mellettünk van egy falu, az Alaszermiáj. Ott van egy ilyen hordóüzem. Tudjátok, azok a kék hordók, azok a tipikus kék hordók. Az országban mindenhol gyártották azokat a kék hordókat. És... Bazd, mennyit kaptunk érte, gyerekek, a maradék búzat el kell hozni. És mivel ott van az a gyár, ott bazen, gyerekek, még a kutya ól is kék lemezből van, vaslemezből van. Az összes, a disznóólak, a pajták, a kutya ól meg a kerítéstől elkezdve minden bazen lemezből van, meg kilopták a munkások a régi kamcsa rendszerbe. Itt nálunk meg minden fából van persze. Hát itt hagyományos téma van, itt nem nagyon tudtak lopni más. Itt, de ez ott azon, abban a faluban minden basszus ezéből van. Gyerekek, ezt láttátok a driftet? Ifával? Nem volt egyszerű. És tényleg. Nem van, gyerekek, menjünk mind az őrülbe. Menjünk mind az őrülbe. Satú. Azt olyan gyorsan fordulni, meg olyan kell ilyen keresztbe, és itt megint bugol. Tudom, hogy bugol valami, gyerekek, tudom. Hátra megyek, azt még lehet, hogy elviszem a maradékot. Nem tudom, mennyi marad, nem túl sok. Megnézzük aztán, hogy mit lehetne venni, valami érdekes dolgot kéne vennem. Nagyon fajn egyébként, imádnivaló gyerekek. Ez a map is nagyon jó. Még a másik, a River is jó. Kíváncsi lennék különben, hogy szerintetek melyik a jobb. Melyiket szeretitek jobban. Búzó, még van 12 000. Mindegy, belerakom oda is. És arra gondoltam, hogy igazából ide fölösleges belengednem, befér volna a másodikba, de hát mindegy végül is. És akkor jobb menet a következőbe is, oda még 6 000 belefér. Ez egy negyedéig lesz. Ja, és akkor megyünk, ezt még eladjuk, lesz egy csomó pénzük, és akkor megnézzük esetleg még valami. Az erdészethez nem kell valami. A Lockskider-rel akarom kiúzni. Na, elkezdtem ugye ezt a Dutra témát. A Lockskider-rel, a Skidder-rel, vagy Skidder-rel, Lockskidder-rel akarom kiúzni egyet. A fákat az erdőből. Az, ugye az MTZ-vel rakjuk fel. És akkor a... Nem is tudom, mi van a izélet? Ja, meg a New Holland. Nem New Holland, hanem John Deere, az meg azzal meg visszük. És megnézzük ezt a fatelepet, hogy oda viszem, akkor mi lesz belőle, vagy hogy lesz belőle. És megnézzük... Tényleg azt meg kell... Ja, meg körülnézek pillanat majd az I betűnél mindjárt. Hát lehet, hogy most már körülnék. Nézzük, hogy mit vesznek, vagy mennyire veszik a deszkát például, vagy hogy így működik ez. Így van. Nitroglicerin meg minden napra fogva sertés, szilás, fapritték, mész. Valamit meg kell néznem, gyerekek. Meg kell néznem, mert itt van egy asztalos műhely, de akkor az mit vesz? Rendes sörököt? Na, mindjárt meglessük, gyerekek. Elviszem ezt, aztán utána megnézem, pillanat. Itt a kocsma. Kocspára nyílik az utca ajtó. Na, ezt most nem... Na, jó. Szokottam volna, nem sikerült. Ráöntjük a vonórútra, gyerekek.
Na, meglássam, hogy itt a faluban mit lehet eladni még, meg hogy az asztalos mélyben úgy vannak a dolgok. Gyerekek, azért gyűlik a lóvé, nem? Jó kis ifa. Az minek a beöntője, tudjátok? Ha? Víz. Vízé. Egyszer voltam az alahúsos ifával jártam egyszer a haverral nagyon sokat. Sofőr volt, és akkor néha el szoktam vele menni álljó időmbe, és akkor tök jó volt, így mentünk mindenfele. És volt olyan, hogy az volt az alahúsos termékeket egyébként nem ettem meg, amikor láttam, hogy hogy párnak vele a izék a zifások, mármint a munkások. És tudom, gondolkozok, hogy hát ezt nem tudok semmit elvinni. Na közben mondom, csak előtte elmegyünk, megnézzük itt a izét, itt a fa telepet. Na itt, hogy mit vesz, ez a bolt. Itt van valahol egy ilyen fa téma is. Elütöttem a Sándor. Valahol másik utcára. Na és ugye, szoktam vele járni, és basszus gyerekek, ahogy ott pahantak a sofőrök, tudom, hogy a haver is, meg mindenki az áruval kiburult a ládából, húsos ládából, visszamerték a földről a májat, meg ha viszáru volt olyan, hogy basszus, bevadobták a gépbe, mármint a dobozba, csak úgy, nem is ládába tartották, oh shit. Oh baby, ez a csaj, ez annyira jól néz ki, nekem mindig meglepődök rá a gyerekek. Na! Ja, a fűrészüzemben feldolgozott rönköket tudom itt eladni, aha. Itt meg a rönköket is átveszi, aha. És itt meg a deszkát fogadjunk. Deszkát is, jó. Hát akkor fűrészüz... Hát nem tudom, lehet, hogy hozok egy rönkszállítmányt, de az az érdekes, hogy ott nem írja az árakat, ugye? Mert nézzétek meg. Itt én nem látok olyat. Ugye nincs olyan ár. Itt se. És itt már csak az van, hogy tovább. És ez érdekes lesz. Na, majd mindjárt meglátjuk. Akkor lehet egy csomó pénzünk. Zifát lehet, hogy félrejárok, aztán elhelyezem én itt. És igazából máshol ez nagyon annyira nem kell. Félreparkolunk, jó magyar szokás szerint. Oké. Okay. És akkor annyit kellene... Ja, megnézem a izéket, az erdészeti cuccokat még. Módolt erdészeti cuccokat természetesen. Ez nagyon tetszik, ez a kraz. Nagyon tetszik ez a kraz. És ez a izéje, mi? Basz. Itt van az ura, ezt próbáltuk, ez nem jött be annyira. Megnézzük ezt a kraszt, jó drága. Zilli, ja, nem az, jó. Ha zöldbe, nem, barnába legyen. Ilyen barnásba, fosbarnába gyerekek, jó? És akkor vesszük hozzá ezt. Sajnos. És jó, balagára is vágtunk a pénznek, de megnézzük, hogy ez hogy lesz. Oké. Okay. Jaj, szeretem! Nem tudom, mit csinálok ám a különben. Na. És ezzel a rönköket el is tudnám hozni a crosszal, nem? Itt van valahol. What a buta, mekkora dögezd bazd. És majd kiválasztottam, hogy barna legyen erre, meg bazd, ez élet zöld. Hájú, mit nem mondjak gyerekek? Nem rossz, de nem annyira nyűgöz le, mármint a kinézetre. Ez megint olyan, hogy nem textúrázott, hanem ilyen paintelt. Szóval nem olyan rossz ez. Lehetne szebb is, nem? Hogy lehetne, de sokkal szebb lehetne. Mindegy, ezzel fogom hordani a fát. Első próbát megpróbáljuk vele, jó? Elég érdekes, nem valami szép ez a krossz gyerekek. Kicsit bánom, hogy nem az urat vettük. Na mindegy, megyünk, egy kört lehozunk bele, milyen be. Nem rossz ez, figyelj, Szűz Mária gyerekek, minden van ott, mi a tököm az? Jéj, drusva! Ki emlékszik arra, nem tudjátok, miről beszélek, mi? Nem lehet, ez meg, az mi ez? Jaj, van ilyen nézet, Jézus Isten, van ilyen nézet. Nem lehet utána azt a jó lett volna. Tudod, semmi más nem lehet, az jó van. Elmegyünk ezzel. Meg még ráadásul akkor annyit kellene, hogy a nutrával meg el kéne jönni a Lobskiderért. Na, erre kéne mennem szerintem.
Vagyunk ki egyet. Jó megy ez. Igaz, csak 5 felett megy, de elég dinamikus. Jaj, ezek a nézetek, gyerekek. Kivágódunk ide mind. Jaj, azt a táblát majdnem kivittem. Jó. Na, ugye 75-tel basszus. Nagyon, nagyon durvák a gerekei. Ilyen izzék, ilyen... Minek nevezik az ilyen? Hát annyira nem tetszik ez a krasz. Nem olyan szépen megmunkált, az ural az sokkal szebb volt. Ha mindegy, megyünk vele egy kört, azt max eladjuk, jó? Ha megvettem, akkor nyomjuk vele egy tesztet. De nagyon megyünk. Na ide kell, itt van a fatelep. De ugye rönköt is átvesz az asztalos műrány, akkor megnézzük azt. Először utána meg, akkor csinálunk deszkát is. Valahogy itt kéne lenni, nem tudom hol van a... Nem tudom, hol van a... Hol van a izé? Na, följebb szerintem. Ha, ott, igen, itt lesz, jó. Itt kell jobbra bemenni majd. Itt van az írtás. És akkor egy ilyen kocsifát próbálunk eladni, megnézzük mennyit ad. Érdekes, hogy nem írja hozzá, hogy mennyit ad, nem? Semmit nem ír. Meg azt sem, hogy veszik, nem hogy azt, hogy mennyit ad. Ó, bazze, mekkora? Ó, shit! Na jó, hát ez ki volt számomra, nem? Hol kell már bemennem? Ja, itt, ugye? Itt van az, itt a meló. Akkor valahogy úgy kéne állnom, hogy értelmesen. Valahogy így. Ugye? Jó így. Kirakjam a támasztó lábakat? Igazából sok értelme nincs, ugye nem akarok rakodni ezzel. Jézus Isten, nem rakom ki, hát mekkora helyet foglalnak. Na, és akkor még egy olyat kellene, gyerekek, hogy a tutrára rá kéne váltani. Itt van. Jó van, gyerekek, ezzel nem fogok én izélni, elmenni a boltig, hanem azt csináljuk, hogy itt ezt visszaállítjuk, és akkor ide kell csak elmennem érte, itt lesz, tudjátok. Jó. A tükörben vagyunk, srácok. Ja, tudom. A dutrával kell menni, gyerekek, a dutra. Az mindig is az erdőn, gyerekek, nagyon-nagyon hasznos társa volt magyar embernek a komcsi rendszerbe. Hogy én úgy gondolom, hogy ez kell még az autentikus dologhoz, akkor az egy kicsit túlzás. Krasz azért nagyon, nem volt a honvédségen kívül a magyar paraszt ember birtokában krazott gyerekek nem volt. Most már vannak, de annó, amikor bübörgött a gazdaság, akkor nem volt. Szóval ez a frankó lehet majd. Hát gyakorlatilag ugye LKT az adta volna még magát, de normális LKT nincs a játékhoz. Tényleg nincs normális LKT. De ugye... Az még tetszett volna, de az nagyon nem nincs. Jó, menjünk az izével. Dutrával. Csapjuk neki, gyerekek, rengeteg módon van ám, azért is akad. Tudom, írtátok, hogy cseréljél, meg így dobjam ki azokat, amik annyira nem kellene, meg ilyesmi. Ha majd kidobjuk őket. Lobskiller, ugye ezzel így ki lehet nyitni. Már előre bekészítettük, azt ki lehet húzni a fákat. Azt akarom, hogy úgy kiúzom a fákat. Rendes kiközelítés lesz, tudjátok. Megpróbálom úgy csinálni a melót, ahogy tényleg az erdőn működik. Ugye erdőn úgy működik, most, manapság még mindig, amik a kisebb csapatok, azok úgy nyomják, hogy kivágják a fát, vannak a fűrészesek, vannak az LKT-sok, vagy dutra, vagy akármi, ami kihúzza gyakorlatilag, hogyha egy placra, azon a placon leágoznak, és utána ugye rakodnak, ennyi. Kiközelítenek onnan, meg ki szoktak közelíteni valami olyan járművel, ami bírja a terepet. Ugye azt már nem húzzák, hanem felrakja egy Himbi, egy Timberjack, vagy valami, és akkor utána arról lerakják, és olyan helyen, ahol ugye már a kamion tudja. Egyébként itt most a mi környékünkön egy Timberjack közelített ki, vágtak erdőket, meg egy Krasz. Nem, jó, hülye vagyok, mindig összekeverem, mert pont úgy néz ki,
egy ilyen régi stájja. De azon is volt KCR, meg ilyen direkt közé le volt megcsinálva. Ilyen nagyon, olyan balonos gumik voltak rajt, mint a... Olyan balonos gumik voltak rajt, mint a izért, mind az előbb, amit láttok, krazok. Brutál jól nézett ki. Egy ilyen sárga stájja. Nem Steiger, hanem Steiger, ugye. Tudjátok. Na gyerekek, fölvonultak a dolgozók. És azt fogok csinálni most, akkor ez lesz ugye a kibontgató gép. Benézünk, lejjebb megyünk. Mondjuk nem kaptunk engedélyt itt a fákra, hanem itt lejjebb csak. Hogy legyen egy kis nyomandul a gyerekek. Félreállunk a dutrával okosan. Kitekert kormánnyal szépen. Istenem. Na, és akkor vágjunk egy fát. Én azt mondom. Azt akartam mondani, hogy örülnek neki, hogyha eldőlne a fa. Sem is dőlt. Hát ez nem volt egy nagy fa, olyan vastagnak tűnt, aztán mégsem olyan nagy. Van gyerekek. Megpróbálok ráállni. Még gurul. De nem ezt akartam megnyomni, hanem az X-et. Próbálunk egy jó nagy ívet lenyomni, hogy nehogy megakadjon a fa. Olyan. És akkor mehet a kiközelítésed erre. Be is jön élet. Tökéletes gyerekek, minden szuper. Kiközelítünk. Ludra bírja a sarat. Nagy kerekek. Nagyon király, és akkor úgy akarom, hogy itt. Sőt, teljesen autentikusak legyünk, nem így fogom csinálni, majd meg fogjátok látni legközelebb. Ezt így leengedem. Na. És akkor megyünk a következőért, hogy ez lesz a plac, itt fogunk kizérni. Itt fogunk ágazni is. A dutrás az csak azt fogja csinálni, hogy kiordja ide a fát. Oké? Okay. Dutrával ide kiordjuk. Jó lenne, hogyha erre rölne most a gép felé. Igen, most ez sem erre nem dölt. Ilyenkor van az ugye, hogy meg kell lökni. Meg kell húzni, hogy meg kell lökni. Most megpróbálom úgy lökni, hogy... Finoman. Talán nem az alját fogom kitolni, mert elindul arra. Azaz, na erre gondoltam, na. Erre gondoltam, jó. Csak kiúzzuk, és akkor ott lesz a, ugye... Na, ugye akkor úgy szokott működni, legalábbis én szoktam, hogy erdőre menni, akkor azt szoktam látni. Egy, van egy fűrészes, az dönt, vagy kettő esetleg, van az LKT is, vagy a dutra, vagy akármi, a MTZ-vel is láttam már, kiúznak placra. Kiúzzák a placra, ahol sokkal könnyebb ugye ágazni, meg ami kiér, addig egy fele ága már ugye lemegy. Hát ugye az ágakat nem gyűjtik. Természetesen. Gondolom az evidens, nem az ága lényeg. Rájártam ott azért, na jó. Felemeljük. És akkor mehetünk. És akkor ugye kiérünk a placra. Ott szokták ágazni. És ott kerül fel a kiközelítő jármire is, ami nálunk a most a krasz, de hát igazából azzal is fogjuk elvinni cuccot. Tehát egyben a kamion is, mert ugye a kamionnak szoktak általában fát vinni, hogy valamivel.
Oh shit, elgurul. Elgurulj! Szándékosan meg akartam támasztani, talán nem gurul tovább, jó. Szerintem most meg le kéne sztáraznom, azt feldobnom. Nem, ezt a jól van. És akkor jöhetünk az MTZ-vel, az MTZ-vel fogjuk rakni ezt a csugagépet. Jaj, de imádni való az egész, nem? Az az igazság, hogy az a baj, baj van rám. Mert ezzel előbb kéne járnom. Mert szar helyen van, mert hogyha úgy áll, akkor ugye el kellene raknom. Jó, most már jobb lesz. Az milyen hangok vannak, úristen. Légfék, meg minden tököm. Na. Na, de régen. De régen rapakoltam fa a gyereket. Milyen jó néz ki a kereke az MTZ-nek, nem? Ilyen hosszos, kopott, tizé. Kicsit előregedett gumi. Na, és akkor ezt ugye mindig azért érdemes úgy felrakni a fát, gondolom az evidens, hogy a töve legyen. A töve legyen arra. Hát ez egy kicsit hosszú. Tudom, lehet, hogy le kéne belőle vágni majd. Akkor az a baj, hogy ugye ezzel a faszállító géppel ez elég necces szállítani, mert ugye kettő darab ilyen szar van, ami fogja, és nincsen nagyon alja, tehát kisebb fákat nagyon nem lehet felrakni majd. Lehet, hogy azt fogom csinálni. Az volt a jó az Uralnál, hogy ugye lehetett növelni a hosszát. Lehet, hogy megnézzük, hogy nem billen ki, de ha nem, akkor hagyom a végét, nem vágom le. Igen, ez az meg nagyon nem lehet elmenni. Mi? Megnézzük, hogyha nem-e nagyon mozog itt. De. Tudod, a baj, a végét lecsipem, még egyszer nem nagyon tudom belerakni, értitek? Ha itt a kettő közé beesik, akkor meg az a szar. Lecsipjük a végét, de mit csináljak azzal? Bedobom a darálóba, mi? Itt ez meg már mi az? nem csipem le a végét, inkább keresünk majd kisebb fákat, azt megpróbáljuk megoldani, hogy... Ez tényleg 1,6 kg, annyi, ezelőtt annyira mondtam, hogy 1,1, aztán közben meg 1100 euróba került. Nem voltam keveredve keményen. Ja, elvisszük akkor az asztalos mesternek a időt. A rönköt. Hát mai rész bálaz az gyerekek, meg lehet, hogy egy kicsit bálazok a Hestonnal. Heston bálazóval. Pontot bálok. Mi bazd meg? Itt tartok, nem emeljem ezt magasra addig, amíg itt ugye nem nagyon megyek olyan nagyon közel. Igazatok van rám. Én már előre gondolkodok, hogy itt meg kell emelni. De nem hiszem el, hogy nem tudom jól megfogni már, mint pont súlypontra. Na, léci. Nem így le nyilván. Úgy utálom, hogy most meg fog kell fognom újra. Ezt nagyon nem szeretem. És így vissza karcolom az asztalt ezzel a izét, egérre jövőzze. Mert olyan, nem karcolom össze természetesen, csak... Annyit kell mozgatni az egeret így, hogy egy Joey-ja lesz sokkal jobb benne. Itt kell jönnöm. Ha muszolj lesz idét jönni ez a... Na, most jó lesz. Jó lesz? Jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Majd rárakom a izét az egészre. Ezt a darut. Ráterhelem aztán, akkor talán... Milyen, hogy kipör itt vannak ilyen idő lapok. Vagy izé támasztók. Egyszerűbb lenne rádobnom, nem? Nem kéne egy tökölni vele. Na, de az annyira nem rossz szerintem eddig. Lehet rápakolni azért. Ó, ugye kéne igazítanom mi.
Ez előtt a legelső először, amikor próbáltam itt fát rakni, azt hittem, hogy ez pintajos, hogy majd én szórhatom mind a sügetek Exodus, rá kellett jönnöm, hogy nem. Mert azért itt el kell igazítani a dolgokat, meg mit tudom én. Ne egymáson legyenek, meg különben össze visszagurulnak. Na most ez jó, nem? Jó, akkor hozhatom a többit. Félre toltad a trapival. Ez az gyerekek. Jó van, oké, szerintem ez tök jó lesz. Hát szerintem egy olyan mennyi? Egy 10 fa kéne. De mondjuk, ja. Még egy-kettőt kihozok bentről. Ezt elkezdem már itt a szélét vágni, hogy kicsit dinamikusabban teljen a dolog, jó? Döntsödj már, hogy mit akarsz. Pont az előbb raktam fel azt a cipős fészkemes videót, nem tudom ki látta, vagy ki nem látta. Akkor az amikor ugye elcsesztem gyakorlatilag a cipőmet. Az valaki odaírta, hogy mekkora hördikopi. Megkérdeztem tőle, kíváncsi vagyok most. Írtam neki, hogy most mutasd meg, hogy melyik videóját tudom hördinek. Mert én nézem Herbit, de ebben nem volt olyan videója, hogy így csináltam volna, vagy nem tudom, el nem tudom képzelni gyereket. Hát ez jó, sikerült megfordítani. Most ezt a járjál ura, mi? Hát meg kell oldani ezt is, gyerekek. Múltkor voltunk az erdőn, fel volt akadva egy akkora bükfa gyerekek, vagy bükfa, vagy nem, gyertyán, hogy Egy srác fog, szett srác, Bettitnek az apja szedte le, ő vágta fel. Hát olyan gyerekek, olyan vastag volt, alig lehetett átérni, szinte át sem lehetett érni, olyan tuskói lettek. Fél méter beled vágva, az szerintem lettek 100 kilós tuskók, ilyen izé, vagyis kuglik. Az 10 év, nagyon brutál volt. Ja, 10 éve erdei tapasztalata van a Betty apjának, ő csinálta, ő vágta le. Hát nem, egyszerűen nem tudod ott hagyni, nem tudsz mit csinálni, hogyha szar helyre esik. Ez nem úgy működik, hogy akkor betöltöm, vagy ott hagyom, vagy akármi. Akkor is meg kell csinálni, akkor is el kell vágni, akkor is el kell vinni. Meg kell csinálni. Talán nem esik le, még szarul fogja. Hát megyek itt. Ez lehet, hogy egy kicsit hosszú. Már aztán tököm tudja. Na jó, gyerekek, ezt felrakom. És akkor már nem fogok én itt izélni, duvajkodni, hogy kihordom, hanem itt döntök, és akkor úgy rárakjuk. Jó, hogy ne tényleg, nem azért, mert nem szeretném, csak nem akarom, hogy azzal menjen az idő, nem akarom húzni az időtöket, jó? Nem probléma. Ezt az ízét is, ezt az ágazást is mutattátok, meg azt sem tudtam, hogy kell ágazni, az is vicces volt. Na. Jó, ezt feldobom, ezt ugye megint át kell mennem a tufelüre. Nem olyan hosszúak ezek, jó kezek. És akkor levisszük az asztalos mesternek, megnézzük, hogy mit ad érte. Aztán, ja, a disznót mondtátok sokan, hogy csináljon a disznó telep téma. Ott van egy izé, ott maradt egy ágazás téma. Megvan. Lesz a disznótelep. Nem kell megijedni. Gyerekek, félek én ott a dutrát? Olyan jó helyre raktam azt a dutrát, hogy ez hihetetlen. Abban van egy kis challenge. Most borulunk fel. Nem? Ennyire jó eltaláltam most a időt, a súlypontot. Szar helyen van ez minden. Minden gép ide van zsúfolva. Nem tudom, hogy New Hollandos mit... Vagyis a... John Deere-es mit örülne, hogyha meglátná, hogy a rögtöt fölötte cipelgetem, meg dobálom. Hát ezt ledobom, megnézzük, hogy tényleg jól esik-e, vagy nem esik el jól, vagy hogy van ez. Hát ez, gyerekek, perfekt. Az idő meg Miami. Jó, oké. Akkor azt fogom csinálni, hogy most nem dutrázunk. A dutrával odébb is járok.
Ez is megvolt. Még sincs este, most gyorsan meg akarom pakolni ezt a rönkszállítót. Nem tudom, levágjam-e a végét, lehet, hogy le kellene vágni majd. Jó, akkor aztán az. És akkor most már egyesével vágom, akkor nem lesz az a gond, hogy melyik oldalról állok oda. Nem kell átfordulnom a túloldalra, úgy állok a traktorra, értetek. Honnan veszem fel, ahonnan kell. Jaj, de jó, kiborult. Vágom ám a követ. Vágom a követ. Nem vágom a következőt, mert most ez jó kigurul. Nehogy rádöntsem. Eskü gyerekek, következő részben mezőgazdaság lesz. Nem kell vigyedni. És tudom, hol a fa, akkor a fű van. Kellett volna fűnyírót hozni, azt lenyírni a füvet itt. Nem? Na, onnan kell megfognom. Minden fogom meg, elvileg, akkor ez jó lesz. Jó a tövet környékén. Szép az az MTZ, nem? Nem olyan csili-vili. Nem olyan izai, nem olyan gicses, hanem ilyen tényleg oda, ahogy kell lennie a engyerek. Csak azt az MTZ feliratot, azt nem értem rajt. Nem tudom. Van ilyen MTZ feliratos MTZ? Nem Belarus feliratosat láttam mindig csak, vagy nem tudom, van MTZ feliratos MTZ gyerek. Mondjátok ma még. Ha nem mondja meg senki. Kicsit megdöntjük, kicsit rádobjuk. Kicsit még jobban megdöntjük, legurul. Mondom, legurul! No. Kicsit a súly az... Rá kell rakni majd a izét a kanalat, hogy nem tudom, hogy ezt nem akarjon lebukásni. Jó. Hát az eléggé hát... Ez elég szar helyen lett. Ez elég hátra ment, ugye? Megpróbáljam ezzel? Gyerekek, én meg fogok körülni ezzel szerintem. Ecsém, csávók. Ezzel bazzal, hogyha én valamit tudok produkálni, akkor ügyes gyerek leszek. Ezt kellene egy kicsit hátrébb húznom. Ezt. Ezt a fősőt. Hogy? Nem fogta meg, marhára nem fogta meg, baze. Főső... Hogy? Nem fogja így meg. Nem fogja meg. Csináljuk vele, gyerekek. Próbáljam úgy, hogy egy kicsit rárakom, és akkor meghúzom vele. Így, lenyomom. Próbálom húzni, hát ez nem jön. Hát mit tudom én, majd akkor megtolom őket hátulról, vagy nem tudom, hogy mi lesz. Hú, félek egy kicsit, hogy nem fog működni a dolog. Nem jön, hogy működni fog. Na mindegy, ez van gyerekek, ez van. Hú, ezek mennek meg a bárány felül. Ilyen nagyokat nem, inkább kisebbeket kéne válogatnom. Jaj, felfutottam a falra. Most jövök ott anyjára. Olyan mondom. Jó, meglepődök én is, hogy milyen hülye vagyok. Esküszöm. Kiutazott már MTZ vonórugan. Hátul. Még nem is azon szoktunk, hanem a régebbi zetorokon, amikben nem lehet beszállni tényleg, és hátul a kizén szoktunk utazni. A vonórudakon, meg ugye a sárvédőkön, amilyen cabrio traktorok tudjátok, akkor a sárvédőkön el lehet utazgatni két oldalt. Ezt kapaszkodsz a lámpába. Meg amiben tudsz, ezt imádkozom, hogy ne esse. Basze, gyerekek, gyerekkoromban nekem egy ilyen idő volt, ami terror volt az, hogy... szoktunk menni ugye, mit tudom én, mindenki traktoros volt, tudjátok. És szoktunk menni,
És nagyon sok ilyen, talán Zetorok voltak, három hengeres, meg négy hengeres. Vagy három, meg kettő. A ilyen régiek, ilyen, és ilyen kabriók voltak, tudjátok. És akkor mindig mondták, hogy hát gyere pattanj fel ide, mit tudom, egy 8 éves gyerekként üljél fel a, vagy állj a vonalrodon, vagy állj a izé, vagy a üldögélj a... Mi a tökömön? Hát ez nem vártól. Üldögélj a... sárvédőn, ugye a hátsó keréknek a sárvédőjéről beszélek természetesen. Megyek ezt. Lehet, hogy magas. És akkor tényleg az volt, hogy imádkoztál végig, hogy talán nem halsz meg most abban a pillanatban. Az anyát úristenit, hogy ott még mindig ott van. Na most vitte le, mi? Jó. Imádkoztál nem, hogy meghalj, nem, hogy leessél. Most oké, egy felnőtt ember azt tud kapaszkodni, meg kapaszkodik is, meg tudja is, hogy a képességeit. Az a gyerekként se estem, mert nem az volt, hogy most a tényleg nem úgy voltam terrorban, hogy most veszélyeztettek. Hát jó, valamennyire veszélyes volt, de egy gyerek az még inkább, hogy éri meg, ugye. Aztán nagyon vicces volt, hogy gyerekek, ezt nem így köröd volna, mi? Na, ilyenkor van az igazítási manőver köröd. Baj van. Meg kell egy kicsit igazítani, hogy ne ilyen csálé legyenek majd. De utána arra mondja, hogy csálé van. Visszük a májusfákat, gyerekek. Májusfát állítottatok már? Ma nagyon ilyen retro anekdotázos hangulat vagyok. Én igazából szerintem én sem. De egyszer azt hiszem, hogy a szomszéd faluban haveroknál. De itt például, ahol én lakom, ott nem. Én egyébként azt tudjátok, hogy... Hát most elmondom. Most annyira nem nagy cucc, hogy én igazából a... itt, ahol lakom. Itt engem annyira személyesen úgy ismernek, úgy, de nem úgy, mint például, nem vagyok a közösség része annyira, mint például más fiatal. Mármint úgy értem, hogy én máshova jártam suliba, nem ugyanoda, mint többiek, és emiatt így gyakorlatilag így kimaradtam, kirekesztődtem, meg hát saját magamat is, meg ugye, nem úgy, hogy kirekesztődtem, csak egyszerűen ugye más társaságba jártam. Emiatt én itt tényleg annyira nem éltem gyerekként, meg mit tudom én közösségi életet. Kívülálló voltam. Valamilyen szinten még mindig az vagyok egyébként. Hát ma természetesen az vagyok. Annyira nem, csak... mégis. Picit. Na. Hát ez szóval ennyi szarabb helyen nem foghattad meg hitot. Meg még ott az ág is. Hát azokat meg el sem tudom képzelni, akik mindig így költöznek. Na, az hogy megy? Gyerekek, azt a szaroságot, azt miért nem vágod le, bazzak? Na végre. Akik mindig költöznek. Most például itt volt egy ilyen csaj. Meg a szüle, az anyja, az édesanyja. Ők régebben itt laktak, és akkor elköltöztek. És akkor most megint ide költöztek. És akkor megint elköltöztek, és akkor így vándorolnak, úgymond. Az apjával ugye nagyon nem találkozik a csaj. Itt az utcában lakik egyébként pár házzal lejjebb. Teljesen tudom képzelni, hogy hogy tudja így megélni, hogy a barátai állandóan hagyjuk, hogy majd hogy nem cserélődnek. Persze szülei elváltak, nem tudom én. Minek ki, hogy is hívják? Inez, azt hiszem, hogy Inez. Ja, Ineznek hívják. Ineznek hívják a csajt. Teljesen kaurek csaj, meg mit tudom én. Aranyos. Viszont az anyja, az meg olyan egy izé. Nem tudom miért, olyan ellenszembes. Nem is tudom, hogy mondjam. Ilyen kisebb fákat próbálok egyébként vágni. Úgy értem ezt az ellenszembességet, hogy ő saját maga generálta szerintem. Hogy valahogy utálja az itt lévőket. És ide visszaköltözött ugye. Kénytelen volt, azt hiszem, hogy visszaköltözni, és akkor úgy olyan eltaszította az embereket magától. Az a csaj, az meg szerintem annyira meg nem úgy viselkedett. De viszont az anyja meg így tök befolyásolta, én úgy gondolom ebben. Hogy ő is. Mit tudom, hogy mit köszönsz nekik, meg ilyen tudod. Aztán lehet, hogy ő meg nem is olyan lenne.
Mármint vannak itt barátai, nem voltak neki. Na, itt tudom én, na. Jó, nem is tudom, miről beszélek, különben így el vagyok. És látszok, ezt kivisszük innen ám. Ilyen kisebbeket akarok a tetejére, jobban lenyomja, tudját. Menjél lefelé. Na mi van, most miért nem akkor? Na. Én arra dolog. Na, ezt elég érdekes lesz, ezt úgy fogom megoldani, hogy így. És akkor vissza, na, megint izé van, megint fönnforgás van, megint arra mondanak. Se se éri. Talán lecsettünk, tehát elég érdekes ez az ágazás. Igazából semmi értelme, ugye nem úgy működik az ágazás, hogy végig futsz a fart. Hát meg mindig ott van, bakker. Fölugrok be ezzel az MTZ-nek, végig megyek a rudján, aztán ott a lecsapom az anyján. Na most már talán ez csak a gyerekek. Na, alakulunk. Igen, ezek egy kicsit rövidebbek. Hát ne, azt veszem hogy az egyiket, miért, hogy ezek ezek itt a szabályok lennének. Az egyiket hosszabb, meg látom, hogy egyiket rövidebb, meg az végig kiderül, hogy minden egy egyforma lesz. De azt közben meg rohadtul nem áll, mert tényleg van, tudom, hogy van változás köztük. A tudatosságos dologban. Mesélem. Csak meghajítom. Állja be. Állja be oda a sorba. Na jó, jó is lett. Jó volt. Rendeződött azért a viszony. Jó, hát még egy kettőt kell vágnom, gyerekek. Bocsi. Bocsi, ez fakel ezt. Vannak ám itt nagyok. Ez nézzetek, ez is marha nagy például. Ez meg sokkal kisebb. Ez egy pici például. És ilyeneket vágok. Föl kéne darabolni ugye, az lenne jó. Hát, viszont ez a fordó, ez szok. Szok. Düki. Düki törés. Meglököm ám, az kiborul. Ott egy vadásztás, ott esnek a izé, kommandus. Ezt meglöktem, gyerekek. Javalbu. Hát ezt ki tudom innen menni, na, így annyi. Csak ez a... Ágazok. Valaki jöhetne segíteni. Á, különben jó lenne valaki jönne segíteni. Csak az a baj, hogy módfakot akkor kell csinálnom az egészről, ugye, hogy milyen a melyik módokat használom, azt fel kell tölteni. Ha cserélődik mód, egy módot küldtök be, akkor már megint izajánni kell, tudjátok, az a baj. Az egész szerver mizériával az a baj, hogy a módok azok nem szinkronizálódnak. Egyébként nem valami jó a multirészernek a játéknak. Csomó minden valami miatt szívrohamot kap az ember, hogyha nagyobb szervet csinál, vagy üzemeltet, vagy akármi. És például nekem ugye volt ez a szerverem, meg nem tudom, valószínűleg nem fogom folytatni, mert annyira agyfasz ennek az egésznek a múltja. Most ezt én neki tudom menni, gyerekek, ezt figyeljétek. Figyeljétek a prót. Egy mozdulattal kiveszem. Jó, csak kivillek. Egy, az, hogy ugye mindig mindenkinek meg kell lenni ugyanannak a módnak. Oké, aláírom, természetesen meg kell lenni, mert elég nehéz, nevetséges lenne, hogyha hiányoznának. De akkor csinálhatná azt, hogy egymástól, hogy belépsz egy szerverre, akkor egyszer, hogyha már megvan, akkor letöltheted azokat a modokat tőle, vagy nem tudom, érted, mire gondolok szerintem. A másik, ezt megint csak igazgatni kéne, új, na. A másik probléma, hogy olyan atom hosszú szinkronizációs idők vannak, ha sok mod van fent, vagy nagyobb a map, ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy tisztlotos szervered, és ha azon folyamatosan cserélődnek az emberek, mindenki nálam általában folyamatosan cserélődtek, akkor minden túlzás nélkül, tényleg minden túlzás nélkül, egy óra játékidőből minimum 30 perc, 25-30 perc azzal megye, hogy folyamatosan szinkronizál a szerver. A játékosokat. És az ugye... Minél hossz több a mod, oh shit. Minél több a mod, annál inkább hosszabb, alalmasabb. Meg ugye most oké, hogyha haveroddal játszasz, nem biztos te is játszasz multiba, vagy nem tudom, hogyha nem játszasz, akkor most elmondom. Akkor jó, fölmész. De nem az van, hogy cserélődnek tényleg 10 percenként az emberek. Ugye mint tudom én minden cserélődéskor lehet számolni egy nagyobb szerveren legalább 3-4 percet, ami sok tele van modolva már.
szinkronizálást. Tudjátok, amikor tölt, szinkronizál a többi adatot is. És akkor most, hogyha 10 percenként cserélődik, akkor ugye egyértelműen minden 10 percben van mondjuk 3 perc, ami arra megy el, hogy szinkronizál. És ez olyan szinten széttörneli a játékot, és akkor sokszor van olyan, hogy valakit ledob. Ledobja mondjuk XY-t, jön vissza, egy perc múlva megint leszinkronizál minden játékosan minden. Én értem, hogy ugye tudnia kell a szervernek, meg a kliensnek is, hogy hol vannak, ki van milyen géppel, meg minden, de sokkal nagyobb, brutálisabb játékokkal játszottam, például ott van a World of Warcraft, vagy az Ion, amiben több ezeren vannak, és mindenkinek külön inventory, mindenki szanaszét futkozik, mindenki mindenféle csinál, éppen mobotől, vagy akármi. Nincs szinkronizálás, hanem instant, betölt, meg történnek a dolgok. Egy, mennyi már a sor, csak a földre. Nem tudom, gyerekek, még rakhatnék. Az az igazság, hogy nem akarom tovább húzni az időt. Én lehet, hogy elmegyek. Bocs, de gyerekek, elmentem. És ezt itt megpróbálom rárakni így, hogy itt leszorítani egy picit. De nem tudom, hogy fogunk átmenni a idők alatt, na mindegy. És nem tudom, hogy ez hogy fog fordulni. Oh shit, ez... Nem vagyok biztos ebben a módban, hogy ez jó lesz gyerekek nekünk. Annyira kényes az egész. Nem tűnik rossznak. És ugye messze visszük. Oh shit, itt van az M10-ével, odébb kell járnom. Oh, ott jönnek ki a rönkök. Jobb lenne az a nyerges, sokkal könnyebb lenne, de mivel ez egy modolt sprinter... Ez egy modolt farming szimulátor, nem sprinter. Ezért ott ki lehetne menni az útra, hogy mi van ott. Megpróbáljuk? Várjátok, nézzünk egy térképet, megpróbálunk valami útot kitalálni. Itt felfele, igen, arra kimegyünk, és akkor balra el tudok menni. Itt kimegyünk a földön, gyerekek. Itt volt egy tuskó, basszus. Aha, itt jó lesz. Oh my god. Csúsznak ám a rönkök. Jaj, betörik a Verdának az út, hát ugyez. Jaj, na. Megpróbáljuk. Szerintem itt már nincs alagút. Vagyis nem alagút, tudjátok mi. Felüljáró, vasút is ilyesmi. Jó vagyunk. Megpróbáljuk ezeket a rönköket bevinni a faluba, ugye. Itt van a daráló, vagy mi a tököm. Nem daráló, hanem ugye fűrésztelep. Ide könnyen be tudnám vinni, mert itt van kapásból, de én nem ezt beszéltük meg, nem ide akarom egyből vinni. Úgyhogy menjünk tovább. És a következő részekben, hát ma ebben a részben még szeretnék egy kicsit mezőgazdászkodni is, ne csak spintáros legyen majd itt ma. Úgyhogy megyünk tovább ezzel. A teherneim hogy állnak vajon? Ez nem írja ki? Nem tudom, hogy állnak. Basszus, azt is meg kéne nézni, ezzel már pörgettünk egy csomót, tudjátok. Lehet kajájuk sincs, meg se semmi. Jaj. Azt a rohadt életbe, hogy megcsúsztak a rönkök, bazze. Fékeztem egyet, csúsztak el előre. Nem tudom, kíváncsi vagyok ennyi mennyi pénzt ad. 73 000 pénzünk van. Ugye az ifánál vagyok, kell lennie. Ez a fokitermelés 2.0. Úgyhogy egy utcával még lejjebb. Hú, ez nagyon szűk. És tudom, hogy ott kéne fordulnom, de... Örülök, ha itt elfordulunk. Itt ilyen betontáblák vannak, kriptonitból vannak, tudjátok, nem lehet kivinni, nem úgy, mint a másik mapon. Hogy itt be kéne fordulni így. Hopsz! Még jó, hogy nem villanypózna, nem kivihető. Mi a szarra mentem rá? Mi a szar? Nimo! Gyerekek! Megakadtunk a izében villanypózna vezetékbe. Jaj! Baj van, gyerekek, baj van.
Le kell raknom a darút. És nehogy felboruljunk miatt. Basszus! Oda nézzetek milyen csavaj. Ott megy. Dudáljunk! Jó csaj volt, bazen. Szűk. Szűk a ciklombunk. Mi a francba akadtunk el? Táblába? Vagy mibe? Vagy az eleje? Ó, hát nincs nagy hely egy izének, egy ilyen krossznak. Meg oszlop, meg az anyát tyúkja minden. Jaj! Jaj, 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 jaj! Bele, majdnem bele. Majdnem Markot fogtam. Még a kabinba is visszük a vételfát, gyerekek. Még a kabinba is. Hát komolyan, nézzétek meg. Hát loptjuk a fát a kabinba. Na, ide, ha be tudunk fordulni, akkor megeszem a kalapot. Gyerekek, ez... A V8-as kilátszik. Na, Sanyi. Mennyi pénzt adsz érte? 73 000. Fakje, yeah, nem angeri lerakni. Na most hagyd abba, barátom. Azt ott eszköz se semmi. Ne, ki itt írta ki basszus, hogy a röngöket itt le lehet adni. Közelebb vagy mi az anyád, úristenivel. Gyerekek, most fogok a szívrohamot kapni, most fogok. Azt írta, hogy a röngöket itt lehet, ugye? Is láttátok, eladni. Nehogyan véletlenül ki legyen jelölve, hogy ha is most meg már szét van minden ide is húzva, meg minden. Ott a deszkát írt, ott írt a izét, mi a tökömet, az aprítékot, ott a deszkát, ide meg a rönköket írta, és nincs lerakodás, gyerekek. Na bazz, mi az? Leesett, gyerekek, azt megőrülök. Ha leesik, akkor fizet. De... Sanyi... Ha leesik, akkor fizet, gyerekek. Nagyon tuti. Komolyan mondom, esküszöm. Szívrohom közeli alapotot idézett ez az egész nekem most itt elő. És le is kell rakódni. Hát ez nem így szokott működni szerintem, vagy nem tudom. Vagy igen? Vagy lehet, hogy én most jó nagy slamasztikában vagyok, már nem jött, nem tudtam. Na bocsánat, hogy kívánok. És akkor ezt itt földhöz vágom, elvileg jó. Van ám darukamera, mindjárt megnézzük, gyerekek. Ha, megnézem a darukamerát, hogy így működik. Ez az. Húsít, gyerekek. Na, hát nem is olyan rossz, nem? Ó, hát ez jó, ez jó, ez nem rossz. Gyerekek, ez nagyon kemény. Ez használható, ez a kamera. Ó, jaj! Tiszta tuti. Tiszta tuti, gyerekek. Komolyan mondom. Le a kalappal. Csak így megváltozik az irányítás, hogy ne érezzem magam annyira jól. Ahogy. Kicsit fordítunk, hogy... Na! Ez egy jó nézet. Jaj, leír a földre már. Eladva. Nem is kell kivennem a izolja. Nem is kell kiraknom. Úgyhogy ez jó. Nem kell leraknom, hozzá kell érinteni a földhöz gyakorlatilag. Ugye nem tudunk billenteni semmit. Kettőt egyszerre meg tudunk fogni, nem valószínű, mi? Megpróbáljuk? Kicsit megmozgatom, hogy akadjon rá, mert a másik az nem nagyon akar rá akadni. Megpróbáljuk. Ó, oh, jaj, de jó lesz. Jaj, de jó lesz. Ezt elengedem én mindjárt itt. Így. Azaz. Azaz, gyerekek, nem rossz pénz, de ennyi erő, akkor be is darálom, érted? És akkor ez mint a könnyebb lenne, nem? De legalább ilyet is csináltunk, gyerekek. Ezt is kettőt kéne megfognom. Nagyon koncentrálni kell ez a darúhoz, de így belső nézetben így még elviselhető. Így belső nézetben esküszöm, gyerekek, hogy elviselhető. Jó az.
Deszkát is ugye lehet hozni. De érdekes, hogy se lerakok pont, se nem írják ugye, hogy mennyiért veszik, vagy hogy veszik, meg semmi. Hát ugye ez olyan, mint a izé, ez a, tudjátok, van az a tó, amit be lehet szórni a deszkát, ez kb. Annak felel meg. Na, ennyi, le is raktuk. Jó, gyerekek, úgy érzem, hogy ez 168 ezer, az nem rossz, ugye? Jó, és akkor vehetnénk olyan gépet, amit még nem vettünk meg. Ugye beszéltünk olyanról, például nagyon örültetek volna, ezelőtt írtátok, hogy vegyem már meg a traktorokat, nézzem még meg, és a Rával 300-ast szívesen látnátok a repertoárba. Én engedek a nyomásnak, a Rával 300-ast meg fogjuk venni, gyerekek, most. Ez azért nem kis pálya dorakodógép. Rába 300-as, nagyon drága, 5-3000, de ti kértétek. Ki vagytunk, bazd? Na, gyerekek. Ez egy szép, vürtös matrica rajt, jaj. Nagyon jó. Gyerekek, király a Verda. Rába 300-as munkagépünk készen áll a bevetésre. Szép belső tér. Kicsit figyelni kell rá, mert széles ám a kicsike. Ugye egyszer már próbáltunk egy Rába 300-ast, eszméletlen nagyon rossz arányai voltak, ilyen nagyon vékony volt. Ez nagyon jól néz ki. A textúra egy kicsit mosottas, nem tartok kizártnak, hogy nem-e másik modból, vagyis másik farming szimulátorból, 13-asból vették át, de viszont nem néz ki rosszul, szerintem ez egy jó. Egy szép mod, ugye itt már nem Rába Steiger, hanem itt már Rába. Igen, ugye itt már nem ugyanaz a gyártmány gyakorlatilag. Ugye a Rábákat, azokat újra kezdték gyártani 2000 után már. Nem, ezek nem a Steigerek, ezek már a Rába. Talán valami Rába 320-as is volt egyébként, nem tudom, hogy egy-két darab van belőle, de nem akarok hülyeséget mondani, inkább hagyom. Megmondom őszintén, nagyon szívesen elmennék egy kicsit pálázgatni. Na, megnézzük az állatokat, hátul bevegyünk gyerekeket, úgyis lagolom, mint a disznó. Bevegyünk hátul, itt átmegyek. Jó néz ki itt minden. És akkor körülnézzünk, hogy hogy állnak az állatok, jó? Jó kis íze zöld, ugye? Ez nem is tudom, aztán még borróba is volt. Aztán a prototípus a Rába 300-as meg, vagy a 320-asnak, nem tudom melyiknek, bordó volt. És az metál fényezést kapott. És az is valami, nem tudom melyik gazdaságban dolgozik Magyarországon. Nem túl sokat gyártottak a 300-asból, nem azt hiszem talán 10 pár darabot, vagy 20 pár darabot, nem túl sokat. Na itt van a izé, a Herbie meg a Follow-Anna. Hát itt szerintem itt úgy látom van kaja. Meg még a pótkocsin is van kaja. Vizem is van szerintem. Hát szerintem úgy nézem, hogy ezek így működnek. Meg tudom nézni ugye elvileg, hogy mennyi a tejtermelés, kapacitás téma. Jó, birka, csirke, szarvas, marha. Birtokot 12 van, termelékenység 80%, trágya, lé is van, trágya is van. Etetővájúban, hogy mi van? Hát van azért benne minden. Víz, szalma, tejtartály. Víz nulla van, és komoly. Kevertáp nincs benne. Szillás van benne, meg fű van benne. És víz nincs benne, jó van. Megnézzük. Akkor vizet rakok bele, ugye kéne, hogy ez egy gép, és akkor tudnék bele üríteni, mert a tartályban van. Behozom a Rábát, aztán rákapcsolok arra a pótra addig. Vagyis tudta 82-es, ez van ide kihelyezve, ugye? Ha ez is olyan gyönyörű a mod, gyerekek, az a Belorusz. Jó a hangja, minden, nagyon szép, meg nagyon jók ezek a modok, imádom őket. Rákapcsolunk, aztán... Ajjajajajajajaj, most miért ilyen szarul irányítható vagy? Menj innen, moré! És akkor ezt elvileg, effegy. Csak elvileg tölt, igen, jó van. Vizet gyakrabban kell, kaja az van nekik bőven. Aha, 6 napig, jó. Megnézem a vizet is, az istálót.
És hogy van itt a ganaj, meg a szalma van ebben. Szalma úgy látom van benne, ganaj az kezd lenni. Jó. Megnézem itt a... szép az a nagy... mekkora ez a 300-as, mi? Itt van elvileg a ganyé, mennyi ganyénk van? Ó, gyűlik a ganyé is, gyerekek. Fasza minden. Szerintem idejönni fogunk. Mivel megy? Az a baj, hogy ugye... nem sok értelme van rába. A rábát szívesen hajtanám egy kicsit. Nem sok értelme van rákapcsolni a Hearthstone-t. Hát erre viszont érdemes lenne. Jaj, hogy 9 szintet benyomom, mert na várjatok. Nézzük már meg, mivel idejük. Mivel kéne. Kicsit bálászhatnánk. Nem tudom, melyikkel kellene. Őszintén megmondom, én nagyon szívesen nyomnám egyet a 300-assal. De az nagyon nem fair. Hát, megtankoljuk ezt. 50-es MTD vagy 80-as? Jó, ne elindulna. Hú, gyerekek, ezzel van baj. Végre, Istenem! Van egy ötletem. Veszünk rá egy homlokrakodót. Talán ez rámegy, meg egy pálavillát, és akkor kapásból megyünk pótkocsit, és kivisszük, és akkor nyomjuk azzal. Bálatüske. Remélem, hogy jó lesz rá. Beugatjuk ide a mozajba. Remélem, hogy jó lesz rá, majd mindjárt meglátjuk, gyerekek. És akkor ezzel tudunk szépen bálázni, meg egyből ugye a pótkocsira fel is tudjuk szórni. Ezt hagyjuk. Hoppá! Mori! Azt nézem az eleje... Hát ez ugye nem négy kerekes. Ez vagy 50-es, vagy 80-as. Most hadd nem mondjam meg. Szerintem 50-es. A 50-es hátul, ugye vagy? Ez egy 50-es. 80-asnak egész más kabin. Ugye a kis kabinos is máshogy néz ki. Ó, gyerekek, mindjárt kifogy, hogy hülye gyerek vagyok. Kifogy mindjárt, igen. És akkor lehet. Bátiske. Jó van, és akkor visszük a Hearthstone-t, meg kivisszük, van izéink, van bálapótunk, és azt is ki kéne vinni. A bálapót után nem tudom, a Hearthstone-t biztos nem lehet beakasztani már, nem tudom, hogy nem úgy akarok bálázni, hanem csak, hogy kivinni, de valószínű, hogy nem, kiviszem a Hearthstone-t. És akkor bálázunk egy kicsit. A bálát nem tudom, hogy lehet elrakni szépen. Mármint hogyha én így egymásra rakom, akkor elképzelhet, hogy még... most ezt miért nem engedi felcsatolni? Ja, hogy? Nem vagy a gyerekek. Nem nagy csapat a Miami Dolphins, de a tökövén nem akarta fel... miért nem csatolja fel az 50-este? Traktor világít, nem mondjátok, hogy a traktornak kell világítania. Na végre. Azt mondom, mi a szar. Jó. Megyünk. Tankolni kell, 7 literünk már. Megyünk, tankolunk. És akkor bálázunk egy kicsit. Jó lesz ez, srácok, jó lesz ez. Ez jó kis 50-es MTZ, mekkora rajta az a izé, mi? Ez a rakodó. Nagyon nagy. Mármint az MTZ-hez képest. Jó lesz ez. Az a jó, hogy akkor ezzel meg tudom oldani. Teljesen. Kimegyek itt balra. Jobbra balra, aztán már ott is vagyunk. És akkor ugye bála hordó potkocsit is kivisszük. És akkor azzal szépen csapatjuk neki. Na! Oké. Okay. És akkor ez hogy működik? B-t kell és B-t kell elvileg nyomni. B-t. És B-t. És akkor annyi az egész. Elvileg ugye? Oh shit, gyerekek, ez nagyon király. Jó ez. Nem nekem kell ürítenem, ugye? Azt még megvárom, hogy nem kell esetleg üríteni. Szerintem nem tudom. Már magától kiürít, az jó lenne. Nem kéne itt. Ott vannak a madzag tartók, mi? Ez még madzagos volt, nem fóliás, tudjátok.
Kifolgat. Kifoljon csak. Nem akarom, hogy én ürítsek. Ne, hogy már. Ó, nekem kell ürítenem mindig. Mindegy. Kapóhajtó zárás. Egyébként itt van egy bála már. Jó, olyan úgy megnéznék egy full földet bálával. Most múltkor, mikor? Vasárnap elaludtam. És nálunk 10-kor zár a bolt, és a szomszéd település jön meg. Délbe, vasárnap. És át kellett ugranom, és annyira jó idő volt, és az egész, van itt egy hatalmas nagy rét itt a falu alatt. És az egészet lekaszálták, és az egészet beválaszták, és ilyen nagyon szépen sorban vannak. Gyerekek. Komolyan mondom, eszméletlen jól nézett ki. Ezt az ki kell tüntetnem. Azon gondolkodok, hogy ilyenkor ilyet múltok, kit kell dobni. Azon gondolkodok, hogy kidobhatom-e előbbre. Mármint meg kell csinálnom-e a nagy bálát, nem kell megcsinálnom. Lehet, hogy előbb ki kéne 90 valány körül kidobom, azt kész, nem? Hát, hogy az jobb lenne. Jó, hogy tudod, gyorsan tudja szedni. A Heston. Komolyan srácok, ebből a játékból tanulni lehet. De ezt most nem azért mondom, mert hogy most ez tényleg, hogy ebből a játék, ebből tanulni lehet. És megpróbálom így. Ilyenkor nem tudom kidobatni. Úgyhogy ezt pont ki kell számolni, 90-100. 100. Ez a nagy baj, hogy most ezt becsukom, így dobattam ki, de összeszedi továbbja. Érdekes, a hátuljától is szerint furcsa dolgok vannak itt. Ja, ez ugye még madzagos, nem fóliával működött. Emlékszem, hogy mindig szoktuk burgatni ilyen nagy dombokon, ugye az alába vagyunk. Szokták hagyni a... Hogy szokták hagyni ugye a... Földeken a bálákat. És akkor mindig így keresztbe fordították, amikor nagy dombon volt. Hogy ne úgy rakták le, hogy egyből legurult, tudjátok. És... Mi meg azt szoktuk, hogy átfordítottuk, azt legurítottuk. Ezt akkor élveztük, hogy megy. Valamikor ilyen... Van itt a falu alatt egy út, valamikor azon keresztül szokott repkedni. Megindult, aztán akkor az árkon így megugrott, és akkor repült át, és akkor imádkoztunk, hogy ne jöjjön autó, mert ha oldalba kapja, akkor valószínű, hogy lelöki az útról. Ezt elcsesztem. Nem, baza, ez nagyon jó szeri ez a Heston. És és volt olyan, hogy így megfogtam a madzagot, mondom, majd letekeredik. Azt nem tekeredik le a gyerekek. Majdnem leégett a kezem. Így fogtam a madzagot, gurult lefele. Itt tudom én hány kilométer tarolás sebességgel. És hirtelen ugye elfogyott a... Hogy nem tekeredett tovább a madzag, hanem így megakadt. Basszus, a kezemből így végig így... Még ilyen égési sérülésem is lett, így végig égett a kezem. Nem mondom, faszak. Voltak ilyenek. Meg hát a bálákon így elüldögélni. Meg ugye ezt össze szokták rakni ilyen nagyon nagy bálákat. Valamint ilyen nagyon nagy kupacba. Így akkor jó átlatolatni, és akkor így. Össze szokták, és akkor mindig felmászni rá. Nagyon sok sorba, ilyen nagyon magasra. És akkor felmászni a tetejére, és akkor olyan magasan voltál, mint egy két emeletes háznak a tetején lettél volna föl. Azt nem tudom, mi az a 11-es, van ott egy ilyen engine check, és az 11-et mutat. Az mi akar lenne? Azt mutatja, hogy mi az, 12 most már van. Nem értem. Annyira jellegzetes az a Heston, ki ilyet látott már, ezek a balonos ilyen tojás alakú kerekek, vagy tudjátok, az a... Nem ilyen, mint a peres, vagy az autógumi, hanem ilyen nagyon ilyen kupos szerkezetű. Nagyon-nagyon jellegzetes, minden ilyen. Itt van egy ilyen gazdálkodó a faluba, és meg lehet nézni a gépeit, mert úgy van a kerítés mellett van neki a telkébe végig. Lehet, hogy csinálok majd róla egy videósorot, vagy végigmutogatom. Nagyon sok retro gépe van. Van például az az MTZ, traktor után akasztható olyan ilyen rakodó, hogy ugye a traktorból kapja a hidraulikát.
van rajt kar, és akkor lehet, hogy bele tudsz ülni, de csak ilyen pici, és akkor olyan, mint a Weimarnak a kanala. Olyan... olyan izé, olyan kanál van rajt, és akkor azzal tudod pakolni a ganajt. Általában ganajt szoktak, ganyit szoktak vele pakolni. Hát meg mitől más is, de igazából azt szokták. Az a tipikus ilyen három vagy négy ágú Weimar kanál van rajt. És az is ilyen marha retro. Ja meg, ja nem, nem csak azt, most jövök rá, hogy izét is szoktak rárakni. Ők is például, akik használják targonca villát is. És akkor ugye például olyan műtrágyát, meg valamit le tudnak szedni a sportkocsiról, hogyha úgy van. Olyan jól néznek ki gyerekek a körbálák egy learatott földön, egy tarlón, ahogy tele van körbálálva, nem gyerekek? Mennyire szép, nem hiszem. Milyen régebben, amikor még nyomtuk ezt a gazdálkodás témát, meg az is mekkora élmény, amikor kimentek a kockabálákért, ki szoktunk menni, és akkor ugye kockabálából annyit raksz egy pótkocsira, amennyit nem szégyez, vagy nem borul le. És akkor már olyan magasra szoktuk felrakni, hogy ugye súlya nincsen, két tengelyes, mit tudom, ilyen pótkocsira felpakoltuk, és mit tudom én már, tehát olyan nehéz volt feldobni, vasvillával szoktuk szórni, és már úgy kellett megdobni a vasvillát, hogy elérd a tetejét, és akkor még rakták, még magasabbra, még épp hogy olyan magasra rakták, ugye, hogy a villanydrótok alatt elférjön. Nagyon szuper szokott lenni. Hova megtelik az ezt a... hogy mozog mi? Jó, az egész traktor beleremeg, kicsit jó oldalra lennek. Meg ilyen hepeugvás az a földön is jól van. Azok nem szoktak ott pörögni az oldalán azokra, ahogy így gyűjtik befele? Lehet, hogy igen, csak... na jó, gyerekek, igen, hát így néz ki, amikor tele van bálával egy föld. Lehet, hogy megcsinálom ezen kívül, gameplay-en kívül. Tehát igazából szeretek pofázni, szerintem sokszor az is érdekes, mint hogy nem csak a játék. Na, srácok. Lehet, hogy elbújzsolom lassan. Következő részben akkor nem tudom, hogy mit csináljunk, írjátok meg. Hát a disznótelepet kérem, mert azt írtátok, hogy jó lenne már, hogyha disznókodnék egyet. Igen, úgyhogy valószínűleg... hogy mennyire jó hangja volt az MTZ-nek az a tüt, ahogy állt le. Na. Köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a gameplay. Jaj, a jó kis szalma, mi a jó kis tarló, amikor mézben cipővel szoktam vele futkozni, és akkor a félcipő, az pont úgy volt levágva, hogy azért a félcipő szélénél a bokádat azért csapkod, vagy sértegette állandóan. Jó srácok, elbúcsúzom, köszi, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a gameplay. Sziasztok!